folytatjuk a zoleumokot. Az olajszivattyú részével fogunk foglalkozni. Itt van új szivócső szűrővel. Azt fogja megkapni. Igen. Na, akkor folytassuk az oleomakot. Előbb csináltam egy 30 másodperces videót, mert közben vendégem jött, úgyhogy ezt a szűrőt dugtam rá, erre a csőre. Itt az acskója. Eredeti emok. Úgyhogy meg ott a helye. Az a csokorokat kiveszem innen. Akkor sokáig el van rakva a gép, hogy nincs vele foglalkozva. Visszottam kapatni innen a helyére. Ne legyen az idő feledésébe, nem erüljön az emlékezetembe. Ja, itt az olajszivattyú, és eltakarítottam időközben. Ezek ezért fog oda belemenni, szóval fogtam itteni. Értelemszerűen az belecsúszik. Ja. Nem kapkodnak. Van egy szimmeringünk is. Ugye? Talán majd a szivattyú. Emlékeim szerint. Én azokkal a T-kulcsokkal nem tudok dolgozni. Egyszerűen nem tudok kezemre állni. Mert ezeket olyan gyorsan tudom pödörni. Nekem az akadály az a műanyag nyelű T-kulcs. Nem tudom, én már hosszú évek óta ezeken nőttem fel. A gépgyárban is a ilyenek voltak. És ott. Muszáj volt. Itt az olajszivattyú. Ezt is össze szoktam drótozni. De van egy alátét. Csiga-biga. Ja, de vagy itt csusszon. Ne azon a pici vallon, nehogy bemarja a műanyagot. Huszkornák is ilyen szisztémán vannak. Ugye már jobbra forogva ez befele húz. Ugye mindig feszül. A csapaj fele húzza magát magyarán. És ne koptass el. És
Az összerakom, de még új betétgyűrű nincsen. Mert látszik is, hogy le van törve a sarka, hogy valami behatás érte van. Most ezzel egyelőre nem foglalkozunk. Úgy is vissza kell venni. Akkor majd megzsízom a tűgörgőt is. Csak hogy meglegyen. Ezt csak ide felhelyeztem. Akkor eltakarítottam a lentkereket is. Időközben. Ja. A retesz már benn van. Vastagabb a látét megy alulra. Ez a rogós. Ide. Aztán bármilyen hihetetlen, ott van, ami az anya. Tizenhármas. És az is. A Kolben stopper. Felrakom a gyújtást. Annak a csavarját is visszakapattam. Nem tudok mit mondani. Lázzan a jól a festést. Egész lágy és puha, nincs megkeményedve. Nem tudom, ezek itt még.
bízok benne. Megálmodom, hogyan legyen. Ebben zsinór kell cserélni, ma legyen ez is új. Akkor ezzel folytassuk. Már a szakadás határán volt, meg ott a fogantyúnál is. Rágírhet kosz. Hogy? Nézzük, milyen hosszú volt a régi. Na.
adunk neki egy kis lúnyálat. Az is nem akad bele. Kar. Kar. A franc. Itt még megoldás. Volt egy ilyen kisebb hézeoló alátét az aljába, oda is fújunk egy picit. Utána volt a nagyobb, utána meg pedig a csavar.
Vissza. Az se jó, ha túl van feszítve, mert akkor előbb törik a rugó. Éppen visszaviszi. Nincs túl feszítve. Úgy lehetne ezzel is taktikázni. Gonosz emberek biztos taktikálnak vele, hogy még 34-szer jól ráhúzzák, aztán kompresszió nézéskor, aj, de fasza! Van ebbe a kompor, van a kutyának a fasza van benne. Csak fő van tuningóva. Na, szóval... Oké, és... Ilyenkor illik azt is megnézni, hogyha az a téged nem sikerült jól odarakni, hogy ezt a léttel előtt nehogy neki nyomja a lendítőkeréknek, mert akkor lezabál mindent. Ez nem ér hozzá. Úgyhogy. Na. Felrakjuk a kipufogót. Van itt egy ilyen légterelőnk is. Ami formájából adja magát. Ugye itt ki van vágva egy darab, itt pont oda illeszkedik. Úgyhogy ennek ez lesz a mottója. Megálmodom, hogyan legyen. Nem emlékszem. De úgy rémlik, hogy itt nem volt tömítés. Ja, már csak a levegőszűrő alá van. Másik. Belekapottam a két csavart. Ó,
te? Hogyan vagy, honnan? Valami nem akarja az igazságot, de mi nem. És hadd meg áramkodjak. Ja, hát a taktika az nem jó, vissza is veszem. Jaj. Ja, itt van egy hajtás ebbe terelőbe, ezt bájjább kell rakni, és úgy kell felcsavarozni, meg nem tudom utólag odahúzatni innen. Az előbb rátaláltam, mi a hevét. Menjetek innen láb alul. Háó, a fene, figyelj meg. Ugye ezt a hajtást a belülre kellene rakni. És úgy felcsavarozni. Nem tudom, mennyire látszik. De most már felfekszik mindenféle feszülés nélkül. Nyomaték kulcs. Ezt vásár imbuszkulcsokkal nem lehet megcsinálni. Már az ember csak megcsavarja. Olyan komoly anyagból vannak, hogy hihetetlen. Ez is ilyen, ez ilyen vürtös. Gömb volt a végén, de nem. De azt már rúgka szerültem le. Hogy? Na, pont azt a savart fogtam meg, amikor nem volt ez a látét. Ezt visszaveszem. Majd leesett.
itt van. Na, hova mész? Szikra, az igaz szépen. Oké, akkor egyelőre annyi, aztán folytatom.